Keszthelyi Egyetem munkatársai kerestek meg bennünket, hogy vegyünk részt a Láncsupport projektben. Nagyon imponáló, nagyon nagy volumenű pályázat ez, és különleges értékét az adja, hogy széles nemzetközi összefogás valósul meg benne a célok érdekében. Elsősorban területünk Zala megye számára azért fontos ebben a projektben való részvétel, mert olyan eszközt kapunk általa, amely a későbbi tervezéseinket elősegíti, illetve lehetővé teszi. A megyei önkormányzat, a megye mint területi egység a fejlesztési ciklusokban terveket kell, hogy készítsen. Ezeknek a terveknek az elkészítésénél nagyon fontos, hogy a természeti, környezeti adottságokkal tisztában legyünk. Meggyőződésünk, hogy ha elkészülnek a tervezett eszközök, akkor ez munkánkat meg fogja könnyíteni. Zala megye nem tartozik a nagy megyék közé. A maga területével, a maga természeti adottságaival viszont különleges helyet foglal el Magyarországon, hiszen az erdősültséget tekintve, tehát az erdők arányát tekintve második helyen állunk az országban. These are field experiments which look for the effect of different cultivation techniques, the different fertilization techniques and different crop rotations and on soil and on productivity and also on the environment as a whole. And we are especially interested in the land support project how can we improve the quality of the land. First, how can we protect the soil from degradation, how can we protect its quality, its productivity, but also how can we improve it, because the biggest challenge, as we all know, one of the biggest challenges is the food security for the future. In this area, we have very specific and very diverse soil types, and as maybe some of the audience also knows, that soil is such a diverse body or a skin on the body of the earth that can change from meter to meter. And in Zala country this is especially the case because of the very diverse topography, diverse hydrology, and also the variability in climate and also land use ended up with very different soils in a very small area. So we can test the land use support tool in very different conditions within a small area.